Tavaly adták át az alapítvány felújított, bővített Szent Anna napközi otthonát. Most jött el az ideje annak, hogy az épület környéke is megszépüljön. Nyár közepéig elkészül az új zöldövezet. Ez nem csak növényültetést jelent, ez elsősorban növényültetést, az erdőgazdaság egri erdészetétől fogunk kapni faanyagot, padokat fogunk készíteni, lócákat, asztalokat fogunk készíteni, tőlem balra kerítés fog készülni, illetve még gyalog ösvények fognak készülni, illetve parkosítás. Az 1 millió forintba kerülő munkához pályázati segítséget kapott az alapítvány. Ez a MOL és az Új Európa Alapítvány finanszírozásával megvalósuló zöldövezet pályázat. Itt közösségi szellem jegyében közösségi tevékenységgel folyik a munka. A parkosítás nem csak a környezetet, de az otthonban ellátottak mindennapjait is megszépíti. Jó lesz. Most már más lesz az emberek hangulata, testileg, lelkileg megszépül, úgyhogy jó. A parkban a növényeken és a bútorokon kívül a dobótér egykori kövei is helyet kapnak. Az ültetésben a környező intézmények is részt vállaltak, a munkát a Móra Ferenc általános iskola és a Kossuth Zsuzsa szakközépiskola diákjai, illetve az Equi dolgozói segítik.